Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket, főtisztelendők, püspök, atyát, kollégákat, paptestvéreket. A mértékletesség erényével kapcsolatosan nagyon sok részről, nagyon sok, hon, sok felől lehetne elindít, elindulni. Fölmerül bennünk az a kérdés, hogy amikor az emberi létet magunk elé állítjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy az az érték, ami fejlődik. Ami visszafejlődik, ami elkorcsosodik, az nem jó, nem hasznos az ember számára, éppen ezért föltesszük a kérdést, hogy mit értünk a fejlődés folyamán, folyamatán. Haladás de merre. Az egyszerű vicc jól megfogalmazza, hogy de jó, hogy lassan haladunk, mert rossz fele megyünk. Ebben az esetben nagyon nem mindegy, hogy milyen a mértéke ennek a haladásnak, a fejlődésnek, a változásnak. Maga a haladás vagy annak a gyorsasága nem határozza meg a fejlődés pozitívumát. Sokszor a mennyiségi gyarapodást azonosítjuk a fejlődéssel, minél nagyobb, minél több kategóriájában látjuk beteljesedni a jobbat. És biztos, hogy jobb. Azért, mert valami nagyobb, vagy gyorsabb? Bár vannak olyan eredmények, amelyek kétségtelenül összekapcsolják az eredményesebb probléma megoldást a mennyiségek és mértékek gyarapodásával, gondoljuk például azokra a statisztikai eredményekre, amelyeknek a következtében az embereknek az élete jobbá válik. És mondhatjuk azt, hogy korunkban nem volt az ember által elérhető ennyi valóság tartalom ennyi lehetőség, mint manapság egy adott ember számára. Sajnos néha ezeket a lehetőségeket éppen reklám célból messze el is túlozzuk, megjelenítve a bibliai helyzetet, olyanok lesztek, mint az Istenek. Teremtés könyve, harmadik fejezet, ötödik verse, de azért ne felejtsük el, hogy ez a kísértőnek a szava. Érdekes, hogy a mértékletesség fogalma már akkor kibontakozik az emberiség életében, amikor még messze töredékes lehetőségeik voltak az embereknek a maihoz képest. A fogalom tartalma nem a tárgyilagosan és a ténylegesen elérhető valóságok mennyiségének a függvénye, hanem a mennyiséggel kapcsolatban lévő személy személyes javainak, és vágyakozásának a mértéke és aránya egymáshoz való viszonyulása. Kierkegaard megfogalmazza ezt egy kis képben, a következő képen, ha egy alázatos szellem, ott a Gina képen, egy szellem áll a szolgálatomban, aki, ha vizet kérnék, a világ legdrágább borait hozná nekem egy serlekben kellemesen összekeverve, akkor búcsút vennék tőle. Még meg nem tanulná, hogy az élvezet nem abban van, amit élvezek, hanem abban, hogy a kívánságom teljesül. nagyon nem mindegy, hogy mire vágyik az ember, és hogyan szítják föl az embernek a vágy, az emberben a vágyakat, mert ez aztán nagyon meghatározza azt, hogy meddig és mit akar elérni. És ebben a pillanatban kapcsolatba kerültünk a mértékletesség kapcsán egy újabb valósággal, mégpedig a kívánságnak a fogalmával, a vágynak a fogalmával. Korunkban megint csak egy hangsúlyos valóság, mivel a kommunikációs lehetőségeink hihetetlen mértékű növekedésével nem csak a tájékoztatás és a mi történt, vagy mi történik kategóriáiban gyarapszunk, ki tudja, hogy csak mennyiségileg-e és minőségileg is, hanem a befolyásolás mértékében is. Vagyis abban, hogy befolyásoljuk ki, mire, mikor, hogyan vágyakozzon. És ezt szeretnénk felsófolni minél inkább a fogyasztói társadalomban. Ahogyan ennek a mostani előadásának is gyakorlatilag ugye az a célja, hogy befolyásoljam a jelenlévőket. És abban a pillanatban, amikor ez esetleg kikerülne az internetre, akkor megdöbbentően sokkal többen érhetnék el az előadást, ugye, mint mondjuk 50-100 évvel ezelőtt. Elsőként tehát azt kell megfogalmaznunk, hogy mi a cél. A lehetőségeket, amik önmagukban is, önmagukban is sokszor szubjektív korlátozottságúak, tehát a lehetőség, szubjektív korlát, Gondoljunk csak azokra a madarakra, amelyeknek kinyitják a kalitkája ajtaját, és nem repülnek ki. Lenne lehetősége a szabadságra, de nem indul el. Vagy fordítva, aki biztos, hogy soha nem tud kijönni, mondjuk egy kígyó, egy veszélyes állat, és állandóan azt keresi, hogy hol menekülhetne innen ki. A vágyai szüntelenül, a körülményektől függetlenül arra késztetik, hogy mást tovább akarjon. A cél tehát. Itt ezen a fórumon számunkra egyértelmű, hogy a végső cél az általunk felismert legnagyobb jó elérése, amit mi keresztény katolikusok üdvösségként fogalmazunk meg. Ami önmagában nem egy elvonatkoztatott valóság, mert annak közvetlen kapcsolata van a mindennapjainkkal, de mégis túlmutat azon, ahogyan Klaus Demmer mondja, a mértékletesség erénye a keresztény embert emlékezteti létének húsvéti dimenziójára. A dolgok fölötti uralom változtatja át a mulandóságot értékké. József Péper Szent Tamás alapú erénytanában ez idézhetjük, a következőt Nicsére utal, aki így fogalmazza meg ennek a törekvésnek a pszichés mozgatóját. Akinek van miért élnie, szinte minden hogyant ki tud bírni. Még egyszer, akinek van miért élnie, az minden fajta hogyant ki tud bírni. Ez azt érintette, ezen azt értette, bocsánat, hogy képesek vagyunk elviselni nagyon silány körülményeket, még a nagy szenvedést is, ha tudjuk, mi az értelme és célja. Kevés is elég lehet az embernek, akkor, hogyha tudja a célját, az értelmét. Ennek az igazságnak ellenpárja, hogyha nem ismerjük a miértet, egy milyen átérzet és megélt célt, vagyis ha tipikusan modern emberek vagyunk, akkor nem leszünk képesek elviselni semmilyen hogyant, semmit, ami kicsit is nyugtalanító. A kényelemnek, a biztonságnak és a kontrollnak olyan fokát igényeljük majd, amelyről soha nem is álmodott egyetlen más társadalom sem. És meg is találjuk a technikai és a politikai eszközöket, hogy megteremtsük ezt a biztonságot, még akkor is, ha belehalunk. Ez a tragédia. Meg fogjuk teremteni. Meg tudjuk teremteni, még akkor is, hogyha belehalunk. Sajnos a létértelem és a cél szűkítettség, a cél tévesztés valóban veszélyezteti az emberiség a bolygónk életét. Erről majd hallunk a következőkben. Mi a természet fölötti célunkat szem előtt tartva, de ebben a világban megőrizve, János Evangélium részlet utalása, és őrzőként határozzuk meg magunkat katolikus keresztényekként. De térjünk vissza a az eredeti kérdés Hogy mit is jelent a kifejezés? József Piper így foglalja össze: a görög szoproszíné vagy a latin temperancia szó sokkal tágabb körét adja a meghatározásnak. A görög szó eredeti jelentése rendező értelem. A latin sem áll messze ettől, és itt utal, Szent Pál apostolnak az első korintusi levelére, 12. fejezet, 24-25. vers, Isten alkotta így a testet, Deus temperavit corpus, temperavit. És ezért részesítette az alacsonyabb rendő tagot nagyobb tisztességben, hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Szent Pál megfogalmazza a mértékletességet ezáltal. A temperára szó elsődleges és tulajdonképpen értelmez, különböző részekből egységet rendezett egészet létrehozni. És csak ennek az átfogó jelentésnek a perifériáján kezdődnek a negatív kifejezések, mint például a megfékezés, a feltartóztatás, vagy esetleg a pozitív, a kímélés, a megkímélés értelmezése. A szónak ezt az általánosabb jelentését fejezik ki: a temperamentum, a temperatúra, a temperáció, az elrendezés és a temperátor, a rendező kifejezések. Úgy használja József Piper, hogy az a tartás és a mértéknek az erénye. Különböző részekből egységet, egységes, rendezett egészet létrehozni. Úgy tűnik, hogy ez a kifejezés egy önmagához rendezett egységet jelent, valami befelé fordulást. De nem kérdéses, hogy a befelé fordulás nem azonos az önzéssel. Mert az önmagunk önzetlen megőrzése. Önmagunk önzetlen megőrzése. Ahhoz, hogy valaki ajándékozni tudjon valamit, ahhoz értéket kell őriznie és képesnek kell lennie továbbadnia a természet és az igazságosság rendje szerint. És itt kapcsolódik a többi erényhez is a mértékletesség. A cselekvés célja az érzelmek és vágyak összhangba hozása, helyes mederbeterelése, az ember kiteljesedése és a közjó szolgálata. És egy kicsit részletesebben szeretnék majd a közjóval kapcsolatosan a keresztény értelmiségek szövetségének az újra néven nevezük kiadványa alapján néhány gondolatot kifejteni. Mivel olyan hatalmas ismeret anyag bontakozik ki idők folyamán, ezért szoros értelemben véve most egy kicsit erre fogunk figyelni. Mit jelent mértékletesség a társadalmi, politikai és közéletben? Mikor kell fékezni, mikor kell nekilendülni valaminek, fogalmazza ki a kiadvány. A legkézzelfoghatóbban formálja ez az erény az embert, amelynek kapcsolódó erényei az írgalom, a szelítség, például olyankor, amikor a harag is jogos bennünk. A jogos haragnak a mértékletes módon való gyakorlása, ugye, amikor alapunk van, jogalapunk van arra, hogy erőt használjunk, a szelítségnek a lelkülete. Hozzákapcsolódik a józanság, a türelem, a szerénység, az alázat, amely nem más, mint önmagunk és a világ reális ismerete. Alázat. Elfogadás talentumainknak kiaknázása, kérem szépen a lustaság vagy az óvatosság nem azonos a mértékletességgel. Gyengeségeink felismerése és azokon való munkálkodás. Az önmérsékletlés készsége, amely a cselekedeteinket, élvezeteinket mérsékli, a tisztesség korlátai közé szorítja. Kérem szépen, ez a tisztesség korlátja és definíciója nagyon szorosan kapcsolódik a társadalmi életben a megbotránkoztatás gondolatához. Ami manapság mondhatjuk azt, hogy, hogy nagyon összetett módon működik, és nagyon hogy mondjam, néha, néha túlságosan prűdek vagyunk, nem merünk szólni, néha meg akkor szólunk, amikor, amikor olyan belső indulatok vezetnek bennünket, amik nagyon távol vannak az igazságosságtól. Részlehajrók tudunk lenni, igazságtalanul tudunk bánni sokszor a megbotránkozással. Az önuralom, a szelítség, a harag és a bosszúvágy megfékezése ez. A megfelelő önértékelés, önmagunk helyének a megtalálása. Mérték a büntetés kiszabásában, a kegyességben. És így ez alapján, ez a kiadvány így definiálja a mértékletességet, hogy az önmérséklés készség, amely cselekedeteinket a tisztesség korlátai közé szorítja. Ez egy eléggé, hogy mondjam, ez társadalmi megegyezés alapján megfogalmazott szempont ez a tisztesség hogy mit is nevezünk mi tisztességnek. Gondoljunk csak bele abban, hogy az, ami ma az utcán, a mindennapi életben ugye történik, az mondjuk 50 évvel ezelőtt, 100 évvel ezelőtt, hogy azon megbotránkoztak volna nagyon sokan. Mit nevezünk most tisztességnek, és mit neveztek akkor annak. És most nézzük a közéleti erényeket. Mit is jelent? Az az erény, amely leginkább rajtunk múlik, és amin egy életen keresztül dolgoznunk kell. A cselekvő szemére irányul, a belső erőit, ösztöneit, érzelmeit, vágyait rendezve törekszik kibontakozni képességeiben. Ezek a belső erők adják az emberi élethez a lendületet. A fajfenntartás és a létfenntartási ösztön, de a belső erők, az érzelmek is, ennek a részei az öröm, a fájdalom és a harag. De ez nem lehet a mértékletes ember életében sótlanság. Nem lehet az ösztönöknek, az érzelmeknek az elnyomása, hanem annak a rendezettsége. A mértékletessége a vágyainkat nem elapasztja, elfolytja, hanem az ösztönöket az érzelem segítségével és az értelem segítségével helyes irányba tereli. Ez hozza harmóniába az életünket. Nem lehet rákényszeríteni az emberre, hanem csak is a példával. Lehet tudatosítani, hogy ezt, amit csinálok, ezt ezért is így teszem, de igazában a példa az, ami a mértékletességet követése valóvá tudja tenni. És akkor nézzük a közéleti életnek a léte mértékletesség szempontjából. És itt egy nagyon fontos kategória kerül elő, hogy a közéleti élet az tulajdonképpen egy szelepség. Ismertnek lenni. Kérem szépen, miért van az, hogy nem egy politikus a filmvilágból, vagy olyan, hogy mondjam, néha mondhatjuk azt, hogy bulvár területről érkezik, mert ismerté válik, és aztán elkezd politizálni. Nem azonos a celebség az egészséges politikai élettel. Egy társadalom állapotát alapvető módon jellemzi, hogy a társadalomban kitüntetett feladatokat végző emberek, a közszereplők milyen példát mutatnak. A keresztény közéleti embereknek folyamatosan erőfeszítéseket kell tenniük, hogy életmódjukkal és munkájukkal a keresztény erényhez, Krisztushoz hasonlítsanak. A közéleti gyakorlat területein, a politikában, a helyi országos kormányzati civil szervezeteknél, a médiában a mértékletesség sok helyen nem jellemző, idézem szó szerint a kiadványt. A beszédmodor, a megjelenés, az életvitel, a presztízs fogyasztással villogás, a tündöklés, a hatalmi arrogancia, amit a mindent jobban tudok és mindent én akarok csinálni fejez ki, visszatetszést, megbotránkozást szül. Egyes közéleti szereplők az emberek szemében celebek, olyanok, akiket érdekes megnézni, de legjellemzőbb tulajdonságuk az, hogy különböznek tőlünk. És soha nem lehetünk olyanok, mint a celebek. Bár a reklám nagyon sokszor ezt állítja a fiatalok elé, de gyakorlatilag lehetetlen mindenkinek olyannak lennie. Nem jó, ha a közéleti emberek különcök, mert ők biztosan nem tudnak és nem akarnak így minket képviselni. Ha más, akkor miért akarná azt képviselni, aki nagyon különbözik tőle? sorsában, életvitelében, lehetőségeiben. A keresztény közéleti szereplő hitelességének egyik fontos jellemzője a hitelesség és életközeliség. A politikai marketing tulajdonképpen karakterekről és karaktergyilkosságokról szól. Az ilyen közélet ingatag, kommunikációval bárkit le lehet vadászni, pedig egy országnak az egyik legfontosabb java a közéleti stabilitás. Közélet kiemelkedő szereplőinek önmérsékletet kell tanúsítaniuk, ugyanez vonatkozik a pártok ismeretségire, ta, ismeretségi körébe tartozó vállalkozókra is. Alapjában véve nem baj ha a szolgálat gyümölcse észszerű gazdagodás, de ez csak következmény, nem pedig cél. Az, értékle, az -e mértékletessége erényének háttérbe szorulása eredményezi a szexuális szabadosságot, és az abortuszok nagy számát is. Naponta 85 Magyarországon. Naponta. A mértékletesség hiánya több életet akar nyerni, de móságában a kevesebb élet okozója lesz. Az életből többet akar, és közben kevesebbeket hagy élni. A most nekem mindent azonnal elvez. Ez a kapcsolatok felbomlásához vezet, amelynek legfőbb megszenvedője a gyermekek végső soron a társadalom egésze. Mit javasol a kiadvány a közélet mértéktelenségének enyhítését nem tolhatjuk mindig másra, nekünk kell kezdenünk saját magunkon. Olyan embereket kell közéleti feladatokkal megbíznunk, akik tisztában vannak azzal, hogy a közéleti szereplők nem illő szereplőknek nem illő mértéktelenül gazdagodni. És most nézzük a kommunikációban a mértékletesség kérdését. Jelenleg, szó szerint idézem, a közélet és közhangulat tele van mértéktelenséggel. Közéletben minden fekete-fehér, egyszerű és radikális. Nagyon sarkos. A valóság nem ilyen sarkos. A szövegek, amiket a közmédiában hallunk, jelszavak és változásaik, a megoldások keménysége tulajdonképpen a mértéktelenség agresszív kampánya erőfitoktatás. A közéleti embereknek ellenségekként, emberek egymással ellenségekként vitatkoznak, pedig az lenne a cél, hogy megtalálják azt, amiben egyetértenek, és abból kiindulva közösen építkezzenek. Ehelyett sokszor érzelmi, már-már már szó szerint idézem, állati szinten próbálják az erejüket a közönség előtt fitoktatni, demonstrálni, hogy le tudják a másikat győzni. Kérem szépen, mint a pulyka. Yeah. Csinálják a média előtt? Egyik ismerősöm mesélte, osztály főnöki, illetve ilyen szülői értekezlet tartott az osztályfőnök, és két ellenséges pártnak a képviselőjeinek a gyermeke ugyanabban az osztályba járt, akik a médiában hihetetlen fröcsögéssel szállnak egymással szemben, és akkor ott elkapott egy fél mondatot, egyik odaszólt a másiknak, akkor este szokás szerint találkozunk, aztán kocintunk egyet. Kérem szépen, a látszat, a pozíció miatti látvány, hogy mondjam, kakaskodás, és vannak, akik ezt vérig menően elhiszik, és követik, és a mindennapi életben, akár otthon is Megjelenítik ugyanebben a stílusban. Lágy szellőben szól az Úr, ami a zajok kiszűrésére inspirál bennünket. A mértékletesség a kommunikációban az aktív odafigyelést eh, hozza kell, kell, hogy kihozza belőlünk, és a kommunikáció első parancsja ez kell, hogy legyen: hallgas figyelmesen. Az egyetlen pozitív mértéktelenség a mértékletesség propagálására fordított energia. Mértéktelen módon kell a mértékletességet reklámozni, bevinni a köztudatba, nem elég apró pici lépéseket tenni, itt erre már nincs idő. Javaslat? Meg kell alapozni a nyugalom és a megállapodottság kultúráját. Nagy jelentősége van annak, hogy képesek legyünk egymás felé fordulni és az élet valódi problémáira a válaszokat keresni. A hatalom mértékletességével kapcsolatosan az ember vagyonra tér ki a kiadvány többek között a humántőkére. Ennek működése eredményezi a nemzeti jövedelmet ha azonban nem születnek kellő számban gyermekek, ezt a vagyont is felérjük. Ne engedjük mértéktelennek maradni önzésünket, vállaljuk az áldozatokat, a gyermekek vállalásával járó áldozatokat, éljük át a gyermekvállalás örömeit, hogy megőrződjék a jövő számára a természeti tőke is. A mértékletesség szabadság, a mértékletesség kegyelmi ajándék, megszabadít a felhalmozás terheitől, segít arra, hogy örüljünk a mindennapi létnek. Javaslatok. A központosítás helyett a megosztás, a szubszidiaritás elve, az emberi vagyon, az ember vagyonnak az értékelése. Jutalom a szabadság, az öröm osztozása, a puszta létnek való öröm. A kirakat emberek a pozíció hajhászok helyett a tapasztalat a szakértelem dominanciája kerüljön középpontba, ami a gazdaságban a profit hajhászás elkerülését jelenti, mert az eldolog is a szemét, és eldologiasítja a személyi viszonyokat. Jövedelem különbségeink teljesítmény különbségből fakadnak-e? Teszi föl a kérdést a kiadvány. És egy pozitív példát említ az alaptörvényre, hivatkozva a csökkenő adóságarányt alacsony államháztartási hiányunkat. Az uniós pénzek felhasználását hasonlítja a rómaiak által meghódított földekre, amit minden további nélkül lehet osztani. Kérem szépen, már osztják a holdat? Lehet földet venni a holdon? Területet lehet venni a földet, igen. Lehet területet venni a holdon? Már osztják. Én, tehát, hogy, hogy az, amit kapunk külföldre, azoknak az elosztása, és nagyon megdöbbenti a kifejezés, amit uh, itt használ a, a kiadvány, azt mondja, hogy ezt már nem tudja megmagyarázni, és nem tudja kimagyarázni, és nem vállalja ennek a kimagyarázását a keresztény értelmiség. Az, hogy hogyan osztják föl ezeket a pénzeket. Egyesek azt mondták, hogy ez nem társadalom kritika jelenleg. Hát csak bele kell olvasni a részleteibe. Javaslatok. Odafigyelés a társadalom, mint olyan érzelmi életére. A társadalomnak is van érzelmi élete. Nemet mondani a demagógiára. Egy kicsit gondoljuk át, hogy mit jelent ez a fogalom, és nézzünk utána, hogy az konkrétan hogyan jelenik meg az egyes helyzetekben. És a másik forrás, amit szeretnék még kiegészítésként, József Pipernek a Négy sarkalatos erény kiadványa, amelyben az érzéketlenséget, nem azonosítja a mértékletességet. Tehát az, hogy én mértékletes vagyok, ez nem azt jelenti, hogy nem veszem észre a valóságot. A kedének a nyugalmáról Püspök atya is utalt rá, hogy a, aztán a főspénség nem temperancia, ugye, hogy, hogy azért mérséklem magam, mert az drága. Ez nem erény. Ez főspénség. Nem azonos a mértékletesség a középszerűséggel. Közéleti celebrét, ő is kifejezi ezt a kérdést kört. Az alázatosságot, a kuriozitást és a sztuzitást állítja egymás mellé. Ez azt jelenti, hogy a kíváncsiság és a tanulékonyság kapcsolódik egymással. Ugye, amikor rengeteg információ érhet el bennünket, akkor ezzel tulajdonképpen tanulunk? Okosabbak, bölcsebbek leszünk? Ugye a másik sarkalatos erény szempontjából. A bőtről a szívderűjét állítja elénk, ami természet adta kötelesség, a tompaság ellenszere, az önzetlenség pecsétje. Finom hangos, hangolás a mértékletesség. Nem, ugye sokan azt mondják, hogy elfolytás, gyávaság és unalmas a mértékletes élet. A kevésség a diktátoroknak az élete. A maga módján, kérem szépen erre nagyon vigyázni kell, sokszor hivatkozunk erre a kifejezésre, hogy hogyan csinálom én a dolgokat. Ugye mi azért? Én magam módján vallásos vagyok. Ez azt jelenti, hogy ahogy nekem kényelmes. Ezért, ezért nagyon nagyon nem mindegy, és nem ugyanaz. Ellentítja a lelki és az alázat. Az irítség a sajnálkozás más van. ellentítja a jó megosztása, a szeretet megtapasztalása, és beszélhetünk csoportos önzésről, mégpedig a paradicsomba való visszaosonásról. Ezt írja Peter Kraft. És befejezésül a elénk tárja azt, hogy Isten nem irigyelhető. Ugye, hogyha elénk állítjuk az Isteni tökéletességet és teljességet, akkor mondhatnák azt, hogy milyen jó az Istennek. De kedves testvérek, nagy hét után, miután az Isten megostoroztatik, tövisen megkoronáztatik, keresztet hordoz, attól kezdve már nem lesz irigyelésre Már nem lesz olyan valaki, aki felé csak úgy vágyakozhatnak, hogy neki jó, milyen jó neki, hát ilyen jó neki. az ő mértéke az ez, hogy itt tudja korlátozni a maga teljességét, hogy magára veszi az emberi létnek ezeket a nehézségeit. Végszó. Megelégedettség vagy kielégültség? Az első megnyit, a második beszár. Az első megnyit az üdvösségre. Ebből indultunk ki. A mi célunk, a végső célunk ez az üdvösség.